abban a bizonyos kamionos jelenetben tulajdonképpen én meghaltam. Ugyanis az volt a feladatom, hogy a kokpitet hagyjam el, másszak fel a kamion tetejére, a volánt adjam át a spanomnak, megy tovább a kamion, majd fölém száll egy rendőrségi helikopter, arról lejön egy mászóka, elér a kokpit tetejére az a kötéllétre, én azon kapaszkodjam föl, és szépen másszak föl a helikopterbe, és amikor már biztonságban vagyok, akkor elhúz velem a helikopter. Ezt a jelenetet elpróbáltam, hiba nélkül ment, felvétel, tessék, átadtam a kormányt, a kamion ment, én kimásztam a kokpitre, jött fölém a helikopter, lejött a kötéllétre, én elkezdtem mászni, és tökéletes volt, ennyi. Operatőr azt kérte, hogy még egyszer a labor kedvéért csináljuk meg, semmi akadálya. Felvétel, tessék, én átadtam a kormányt, a span átvette, a kamion ment, én kimásztam, kokpit tetején megjelent fölöttem a helikopter, le a kötél, és én másztam. Operatőr azt mondta, isteni, ennyi, köszönjük, most még egyszer, én még fölköltöznék a kamerámmal a kokpitre, és akkor még egy plánból megcsinálnám, hogy hogy mászol. Tudni kell, hogy a felvétel november közepén volt, átkozottul hideg volt, fújt a szél, és én rajtam egy ilyen nyári jelmez volt, egy garbó, meg egy kis jacky, és a kezem már gémberedett, de mondtam, hogy semmi baj. Felvétel, tessék, kimásztam, átadtam, fölmásztam, jött a létre, én másztam föl, de már óvatosan belehurkoltam a kezemet, már nem fogtam, belehurkoltam, mert nagyon fázott. Helikopter megkapta a jelet, hogy fönn vagyok a kötélhágcsón, el lehet szállni velem. A helikopter belehúzott, a kötélhágcsó vége pedig beakadt az operatőrék állványába, és megfeszült, mint egy íj. Vagyis olyan lett a dolog, mintha én egy nyíl húrján fityegnék, akkor már 17-20 méterre a föld felszínétől. Egyszer csak azt hallottam, hogy elszakadt minden, és ez a lendület, ahogy elszakadt, megpattant a húr, engem átdobott a rotor felé, és a lábamtól körülbelül pár centire hallottam, teker a helikopter. Valahogy meg tudtam kapaszkodni, nem estem le. A stáb úgy, ahogy van, bepisilt a rémülettől, a szkriptes lány effektíve, ténylegesen bepisilt, mert mindenki azt várta, hogy ettől a rántástól én szépen elszállok, és 20 pár méter becsapódok a földbe, és akkor valahogy leszállt velem a helikopter, a gyártásvezető és mindenki odarohant hozzám. Tördelték a kezüket, elnézést kértek, adtak 20.000 forint hallgatási díjat. Én meg túléltem.